Köszöntöm a Panongazda nézőit! Mai műsorunkban először is repceföldekre invitáljuk Önöket, ugyanis ahogyan azt már Önök is láthatják, gyönyörű szép virágba borult egész Vajdaság egyébként. A folytatásban utána járunk majd, hogy hogyan alakul az idei vetés szerkezet, majd pedig foglalkozunk a kukorica alacsony felvásárlási árával is. Mindezek előtt azonban legfrissebb terménytőzsdei híreink következnek. Sárgába borult a vajdasági táj, ugyanis kivirágzott az olajrepce. A termelők pedig elégedettek a növény jelenlegi állapotával. Kálmán Imre temerini termelő szerint még soha nem volt ilyen jó állapotban a repcéje. Már most 140 cm magas a sárga virágú növény. A tavalyi 25 hektáros vetésterületet 35 hektára növelte, hiszen tavaly is jó hozamot biztosított ez a növénykultúra. A repce állomány az hát soha nem volt még ilyen jó állapotban ebben a periódusban. Kiváló állapotban vannak, hát köszönve az őszi csapadékos időjárásnak, a jó magágy előkészítésnek szinte 100%-os kelés volt az ősszel. 500 ezer szemet vettünk hektáronként, 50 cm sortávolságra ültettünk, és hát szinte minden szem kikelt, és ennek köszönve aztán jöttek a vegyszeres kezelések, a rovarölő, a repce darázs, a repcelégy ellen, a repceból ellen, az is sikeresen még történt, akkor jött az őszi regulátorozás, ami hát szárcsökkentőbe történt, majd hát jött még egy vegyszeres kezelés, még a gombásodás elleni permetezés, és a repce egy kiváló állapotban került a télbe, 7-8 leveles állapotban, meg ilyen 10-12 mm-es szárvastagsággal. Úgyhogy soha ilyen jó állapotban nem sikerült megvigyáznunk, meg ilyen jó állapotban, hogy menjen a télbe a repce állományunk. Februárban már megtörtént az első rovarölő védekezés a repce szár ormányos ellen, meg a repce nagy ormányos ellen. Ugyanis ezt tavaly elmulasztottuk, és szinte 30-40%-os terméskiesésünk volt ez véget. Most az idén ezt odafigyeltünk, megcsináltuk, majd utána jött március folyamán 20-a körül egy ilyen fénybogár elleni kezelés. Hát most sajnos nem sikerült elvégeznünk a gombaölő permetezést, ez a sok eső véget, és a repce szinte heti szintén 10-15 cm nőlés, most már be se tudunk menni saját permetezőinkkel a repcetáblákba. Hát most azon gondolkozunk, hogy megpróbáljuk drónnal, vagy ilyen hidas permetezővel megcsinálni ezt a gombölő permetezést, még a borral szeretnék még lepermetezni, tehát az ilyen tápanyag utánpótlás. Kiváló a növény idei állapota jelenleg, de alacsonyak az árak, vélik a termelők. A tavalyi zöld időszakban lévő 1 tonna repcére kötött szerződés 880 eurót ért, idén ez az összeg 350 euróra csökkent. Igényes haszonnövényről beszélünk, amit 8-10 fajta kártevő is támad, többek között a bundásbogár, fényeske, illetve különböző ormányosok, amik nagy károkat okoznak a termelőknek. Tudtuk meg Németh Alfréd agrármérnöktől. A kártevők indulnak, a betegségek mondjuk a repcénél még annyira nem, de megvárható lesz, hogy a penész lisztharmat meg a különböző betegségek, levélbetegségek meg fognak jelenni, főleg akkor, hogyha ezek a hűvösebb idők elmúlnak és kisüt a nap, elindulnak a magasabb hőmérsékletek, akkor várható lesz ilyen valami betegségek megjelenése is, és ugyanúgy ezt követni fogja persze a kártevők nagyobb számban lévő megjelenését, mert most ebben a pillanatban megjelent a bundásbogár, megjelent a fényeske, de viszont még mindig nincs akkora számban, és nem repülnek akkora számban, hogy permetezni kellene, vagy beavatkozni kellene ellenük. Habár a gazdák azért úgy gondolkodnak, mivel hogy a repce állománya relatív alacsony még,
hogy most belemennek, permeteznek, hogyha kell a rovarok ellen, és rögtön már gombaölős kezelést is végeznek, hogy a később, hogyha ki lehet valahogy küszöbölni az, hogy a későbbi nagyobb állományban ne kelljen belemenni és ne kelljen taposni, akkor megpróbálják ezt most megoldani. Valójában a repce az fejlődésben van, és mindenképpen nem jó ez, hogy ebben az időszakban ilyen hideg, meg hó is van, vagy volt. A lényeg az, hogy itt majd kiderül később, hogy azok a virágok azoknál a fajtáknál, vagy azoknál a parcellákon, amely már kezdett virágozni, a felső virágok megjelentek, hogy azokra a virágokra ez a hideg mennyire hatott. Tehát nem hiszem, hogy kifagytak, de nagyobb a veszély annak, hogy nem voltak a méhek, a méhészek még nem vitték ki a méheket, a kaptárokat, és a megporzás azért kérdéses lesz, hogy mennyire volt sikeres, de valójában számolni lehet azzal, hogy egy bizonyos százalékban a már kivirágzott, ez a hideg idő előtt, vagy a hideg időben kivirágzott repcéknek a megtermékenyítése azért csak gyengébb lesz. Idén mintegy 70 ezer hektáron vetettek olajrepcét az országban, ami duplája a tavalyi vetés területnek. Egyébként a virágzó repceföldek értékes virágport nyújtanak a méhek számára is, ezért a szakemberek szerint fontos, hogy a termelők méh kímélő vegyszereket alkalmazzanak a permetezés során. Megnőtt a kalászosokkal bevetett földterületek mennyisége. Ennek egyik oka a termelők szerint a tavalyi szárazság, ugyanis tavaly a búza és az árpa hozott jobb hozamot. A kérdés most az, hogy vajon mekkora területen lesz majd kukorica is napraforgó. Ennek jártunk utána. Az elmúlt években igencsak visszaszorult a kalászosokkal bevetett földterületek száma, viszont tavaly a napraforgó mellett az árpa és a búza tudott hozni egy kis profitot a termelők számára. Talán ezért is ebben a mezőgazdaságében megduplázódott a búzával, árpával bevetett területek száma. A napokban lehullott csapadék pedig jól jött a kalászosok számára, ugyanis egyre jobban látszódott rajtuk a csapadék hiány. A kalászosok azok nagyon eltérőiek. És nagyon sokat megfogott a betegség, és akik nem lett kezelve a rezsdásodás ellen, azok igazán gyengék, de lehet úgy mondani, hogy szárba vannak szökkenve. Akik azért megadták nekik a műtrágyákat, meg az időben permetezéseket, azok még tűrhetőek, de nagyon kicsi csizmát még nem lepi semmiféleképpen se a rossz, még nagyon sárga. Tehát vagy nekik még permetezniüket, ha nincs késő, tehát nagyon kicsi a remény a termésre. Figyelnek az ültetésre? Hát az ültetések el vannak a földek készítve, és akkor majd várják kukorica ültetést, azt most már köllött volna köllene, csak most még az első szót bele, hála Istennek. A kalászos mellett a napraforgó biztosított hasznot a tavalyi évben. Az eladott vetőmagok mennyiségéből ítélve pedig idén is több termelővetés forgójában szerepel majd. Eközben csökkent a kukoricamagok iránti érdeklődés. A tavalyi nagy aszály után itt fönt Észak-Vajdaságban sokkal több kalászos van a határban, mint előző években, valamint rekord nagyságú terület van olajrepcével bevetve. Alapjáraton mindjárt azt jelenti, hogy a kukoricának a vetés területe az jóval lecsökkent, mint egy 35%-os területi csökkenésről beszélhetünk, ha nem többről. Napraforgó esetében a gazdák, aki termesztett tavaly napraforgó, tehát ott a vetésterület mondhatni, hogy megmaradt, szója esetében pedig minimálisra csökkent a vetésterület, úgyhogy szójából szerintem a tavalyi területnek mintegy 20%-a lett csak bevetve szójával. Jelenleg a kukorica és az árpa kilogrammonkénti felvásárlási ára 26 dinárba, míg a zab 38 dinárba kerül. Az olajrepcének viszont még mindig nincs felvásárlási ára, tavaly 100 dináros árat is kínáltak érte. Egyes felvásárló cégek azonban a napokban megjelentették az előre még zölden lekötött termények árait. Az árpa tonnáját 150, a búzát közel 180, míg a repcét 360 euróért vásárolnák fel.
Prinos plus za profit plus. Basagran. Rešenje bez kojeg se ne može. Ove sezone po 10% nižoj ceni. Za soju bez korova. ASF. Rešenja za poljoprivredu. Sigmamol, a gabonamozgató szellőztető, valamint Buza Combine alkatrészek gyártója. A legjobb partner a mezőgazdasági gépek és alkatrészek előállításában. Egyedi alkatrészek gyártása, csigafelvonók, rosták, rázóasztalok, kalászemelők, szalmarázók és még sok más. Várjuk Moholon az Ady Endre utca 24-es szám alatt. Telefon 024 862 556 vagy 064 234 0324. Sigmamol, a gazdák megbízható partnere. Az utóbbi időben csökkent a kukorica felvásárlási ára, jelenleg 23-tól 25 dináros a kilogrammonkénti felvásárlási ára, mivel természetesen elégedetlenek a termelők, és felmerül a kérdés, hogy vajon idén így mekkora területen vetnek kukoricát. A gazdák rendkívül alacsonynak tartják a kukorica jelenlegi árát. Szarabka Endre, ludasi gazda, mint mondta, nagyon rossz évet zárt kukoricatermesztés terén. Idén nincs is mit eladnia, de az árával sem ért egyet, hiszen a befektetés nagyon költséges. Bizony nagyon nehéz év áll mögöttünk, termés szinte semmi se volt kukoricából, nagyon minimális elenyésző mennyiség. Az áráról viszont hát az az igazság, hogy ez röhelyes, ami mostani árat fizetnek érte, mivel hogy talán az a kis termés is, ami volt, az őszi ár sem fedezte a kiállítási költségeket, semmit nem takart, most újból kell indulnunk, és mondhatni, hogy a semmiből. A külföldi piac sem vásárolt szerbiai kukoricát, azzal az indokkal, hogy aflatoxin mérgezett, mondta Aladics Tibor, ludasi termelő felvásárló. Hozzátette, a hazai piac is gyenge volt, hiszen az előző évi kukorica mennyiség még sokaknál kitartott. Mindannyian azt gondoltuk, hogy az egekbe fog szökkenni a kukoricának az ára, hiszen termés csak 10% volt. Tehát jól hallották a hallgatók, 10% kukorica termett a tavaly évben a megszokotthoz képest, és mégis a kukoricának az ára az utóbbi időben lefelé ívelt. Talán most van egy picikét, egy kis érdeklődés, egy kis ingadozás felfelé. Ez valószínű annak tudható be, hogy tavasszal indulnak a kis csirkék, ilyenkor nyílik a természet, az emberek elkezdenek mégis mozogni. Az állattenyésztéssel kapcsolatos dolgokat most kezdik indítani. Valószínű ennek érdekében van egy kis érdeklődés a kukorica iránt. Ha hiszik, ha nem, a kukoricára eddig semmilyen érdeklődés nem volt. Szinte eladhatatlan volt a kukorica. Megfeleződött a kukorica vetési parcelláinak száma, mondta tapasztalatait Aladics Tibor. Mint mondta, megijesztette a gazdákat a tavalyi helyzet, és inkább kalászosokba fektetnek, hiszen azok a nagy szárazság ellenére is képesek 40-50%-os termésre, ahogy a napraforgó is. Emellett idén Ludason takarmánycirkot is vetnek majd kukorica helyettesítőként. De mi határozza meg a felvásárlási árat? Miért zuhanhatott ekkorát a kukoricái? Hogyha figyelemmel kísértük a tőzsdei mozgásokat, akkor akár 10 dinár fölüli különbséget tudunk tapasztalni az ősszel a fölvásárlási ár és a mostani piaci ár között. Ez mind-mind a kereslet és a kínálat határozza meg. Tekintettel arra, hogy a szárazságnak köszönve annyira magos volt az aflatoxin szint a kukoricába, hogy külföldi kereskedelemre szinte nem is lehet számítani, az miatt, mert a külföldi partnereknek megvannak a kritériumai, aminek eleget kell, hogy tegyen az köztudottan ismert szerbiai jó minőségű kukorica, sajnos a tavalyi évben ez alább dobott, és egyáltalán nincs kereslet a külföldi piacon a szerb kukoricára. Nem csak Szerbiára, hanem az egész régióra jellemző, hogy csökkent a kukorica mennyisége, és a minősége is, tette hozzá Zserai. Szerinte nagy csodára lenne szükség, hogy bármi is abba az irányba terelje ezt a minőségű kukoricát, hogy az ára magasabb szintre emelkedjen. A tavalyi rossz év ellenére sem hagynak fel a kukoricatermesztéssel a gazdák, ugyanis arra mindig szükség lesz, habár vannak, akik inkább mást választanak. Azoknak, akiknek a kukoricájuk még a góréban vagy nagyobb tárolókban vannak, megpróbálnak kivárni, reménykednek a magasabb árban. Azonban a szakértők szerint erre nem sok esély van.
Hétfőn kezdődik a hektáronkénti állami támogatások kifizetése Szerbiában, jelentette be Jelena Tanaskovic. A mezőgazdasági miniszter a szerb parlament ülésén elmondta, április 24-én kezdődik a kifizetés a mezőgazdaságok számára. A támogatásra vonatkozó nyilvános felhívás április 7-én jelent meg, és eddig még nem fordult elő, hogy a felhívás megjelenésétől számítva ilyen rövid időn belül megkezdődik a kifizetés. Tanaskovic ezt a parlamenti mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi bizottság által szervezett, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokról szóló törvénymódosítási javaslatról tartott közvitán jelentette be. Mintegy 100 000 hektár földterület öntözését tennék lehetővé Vajdaságban két éven belül, jelentette be szintén Jelena Tanaskovic. A tárcavezető a vajdasági gazdálkodókat érintő jövőbeni beruházásokról tárgyalt Srudján Kruzsevicsel, a Vajdaság Vizei Közvállalat igazgatójával, aki kiemelte, örül annak, hogy felismerték a szárazság elleni küzdelem fontosságát, azt, hogy nem csak a magas vízállások és az árvizek ellen kell küzdeni. Magyarország továbbra is fent tudja tartani az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát, jelentette ki Nagy István Brüsszelben. A magyar agrárminiszter közölte, Magyarország továbbra is biztosítja az ukrán gabona tranzitját. Az agrárminiszter hozzátette, további egyeztetések folynak arról, milyen további termékköröket érinthet a behozatali tilalom. Az Európai Bizottság szerdán újabb támogatási csomagot jelentett be, amely 100 millió euróval segíti majd a korlátlanul behozható ukrán gabona miatt nehéz helyzetbe került 5 ország gazdáit. Köztük a magyar gazdákat is, tájékoztatott Nagy István. A Szerbiában piacra bocsátott méz 40%-a hamisítvány, miközben 1 kg akácméz akár 1800 dinárba is kerül, írja a Novosti. Az említett mézért jelenleg legalább 1500 dinárt kérnek el a termelők, de a legtöbb helyen már 200-300 dinárral drágították az akácból készített termékeket a kiskereskedelemben. A vegyes virágméz piaci ára 1200, a napraforgói viszont 1000 dinár körül mozog. A szakemberek kiemelik, az akácméz termelésének tekintetében átlagosnak számított a tavalyi év. A hárs átlagon felül termett, a napraforgó viszont rosszul teljesített. A méhészek országos szövetségének elnöke Radojub Zsivadinovic szerint a méz nem drágul meg jelentősebben, de nem is csökken majd az ára, hisz a termeléshez szükséges befektetések értéke jelentősen emelkedett. Egyre összetettebb és drágább a méz termelése, ezért nagyon sok hamisítvány jelenik meg a piacon, mondta a szakember. Ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat visszanézhetik a www.panonertv.com oldalon. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal. A viszontlátásra!